Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Szakképzés még mindig nincs megbecsülve a kétkezi munka az ipartestületek elnöke szerint. Szatír gyerekeknek mutogatta magát az elfogott férfi. Kultúrházak éjjel-nappal, Szekszárdon is sokszínű programokkal várták az érdeklődőket. Tanösvény épül Bátaszéken, a német hagyományokat tanítják az érdeklődőknek. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Óriási hiány van fizikai munkásokból, mérnökökből, hegesztőkből és CNC gépkezelőkből az ipar területén egy átfogó felmérés szerint. A 180 ipartestületet, mint egy 40 ezer kisvállalkozást képviselő ipartestületek országos szövetségének elnöke Bátaszéken úgy fogalmazott, a munkaerőhiány hátterében többek között az áll, hogy nincs megbecsülve a kétkezi munka Magyarországon. Németh László úgy véli, a szakképzés is átalakításra szorul. A szakmai szervezet azon javaslatait, hogy miként kellene képezni a jövő szakembereit, a Szakképzési Innovációs Tanácsban rendszeresen közzéteszik. 11 szakma műhely titkaiban nyerhettek betekintést a bátaszéki általános iskolások azon a pályaorientációs napon, amit a bátaszéki iparosokkal közösen szervezett meg a Kanizsai Dorottya általános iskola tavaly ősszel. Gerencsér János, a bátaszéki vállalkozók ipartestületének elnöke azt mondja, hiába keltik fel a diákok érdeklődését, hiába működnek együtt az iskolákkal, ha a szakmát kitanuló fiatalok elvándorolnak. Ez ma az iparosok legnagyobb gondja. Nem itt helyezkedik el, hanem elvándorol, külföldre távoznak. Így ezáltal az iparosság, a szakmahiány az itt nagyon komolyan fennáll. A bátaszéki vállalkozók ipartestületeinek közgyűlésén Németh László, az IPOSZ országos elnöke is részt vett. A 180 ipartestületet mintegy 40 ezer kisvállalkozást képviselő szervezet elnöke úgy látja, komoly gond van a szakmák társadalmi megítélésével és a szakképzéssel is. Utóbbi átalakítására létrehozott szakképzési innovációs tanácsban az IPOSZ is helyet kap, és ott megfogalmazzák javaslataikat. Maga a szakmunkás képzés területét is ketté kell választani, hiszen a nagyiparnak és a multiknak nem olyan szakemberek kellenek, mint a szolgáltató szektorban mondjuk a kisiparnak. Nekik lehet, hogy elég bizonyos alapkompetencia képzés a szakmunkás terület tekintetében, és ott ők maguk továbbképzik arra a munkafolyamatra, ami legyünk őszinték sokszor nem is annyira szakmunka, hanem inkább betanított munka. A vállalkozóknak azonban átfogóbb tudást biztosító képzésre van szükségük a napi szinten változó elvárások miatt, tette hozzá Németh László. Egy tavalyi átfogó többek között a Szent István Egyetem, valamint a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara közreműködésével készült felmérés szerint a versenyszférából a legnagyobb hiány informatikusokból, karbantartókból, programozókból és gépkocsi vezetőkből van. Az ipar területén pedig a fizikai munkások, mérnökök, hegesztők, repülőgépszerelők és CNC gépkezelők hiányoznak a leginkább. Bevonja a 2014 előtt kibocsátott 10 000 forintos bankjegyeket a Magyar Nemzeti Bank 2019. december 31-én, ezután már csak a jól ismert 2014. decemberre óta használt újabb 10 000-esekkel fizethetünk. A régi címletek nem veszítenek értékükből, minden bank és postafiókban 3 évig, a jegybankban pedig 20 évig díjmentesen beválthatók. Ellenőrzik az online pénztárgépek használatát a NAV Tolna megyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai február 18-a és 22-e között. A revizorok közterületeken és üzletekben is vizsgálják a nyugta és számlaadást, valamint az online pénztárgép éves felülvizsgálatát. Az ellenőrzések során forgalomszámlálásokra is sor kerülhet. Az adóhatóság munkatársaira Decsen, Sárpilisen, Pakson, Szekszárdon, Tamásiban, továbbá Bonyhádon lehet számítani, közölte a NAV. Szatírt fogtak el a rendőrök Szekszárdon, a gyanú szerint a férfi főleg általános iskolák környékén mutogatta a nemi szervét gyerekeknek.
Két rendőr szorította az iskola falához, míg megbilincselték a férfit, aki a gyanú szerint általános iskolás diákoknak mutogatta a nemi szervét. A település közterületein 4 alkalommal is az elmúlt 2 hónapban személyrem sértő módon mutogatta magát. A szatírt a rendőrök tetten érték, épp mutogatta magát, így fogták el. A 25 éves férfit azóta már előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság. Baleset történt szombat délután az M6-os autópályán Dunaföldvár térségében. Két autó összeütközött. A balesetben egy személy súlyosan megsérült, 5 mentőhelikopter szállított a kórházba, 4 pedig könnyű sérüléseket szenvedtek. A megszólítottak mindössze 3 megy el emlőszűrésre Tolna megyében, ezért a kormányhivatal és a Balassa János Kórház a rák ellen küzdő civil szervezetek bevonásával átfogó szűrővizsgálatokat szervez a nőnap alkalmából. Ez a kedvezőtlen arány abból adódik, hogy a nők jelentős száma úgy gondolja, a szűrések alkalmával olyan sugárdózis éri őket, melyek jelentősen károsítják az egészségüket, mondja Nyéki István. Jelen pillanatban meghívottak 1/3 jelenik meg emlőszűrésen. Ennek a számnak a javításán dolgozunk, és szeretnénk, hogyha a meghívottak nagyobb számban jelennének meg. Nyéki István azt mondja, a mammográfiás szűrés terhelés 9-e a környezeti háttérsugárzás okozta terhelésnek. Éves szinten 20 000-es körüli meghívó levélszám megy ki mammográfiás szűrésre, jelen pillanatban 10 000-et nem éri el a megjelenők száma. A szűrések fontosságára hívja fel a figyelmet a kormányhivatal, a Balassa János Kórház és a rák ellen küzdő szervezetek közös akciója is. A március 7-én a nőnapot megelőző napon egy szolidaritási sétát terveznénk a Garai tértől a Lila épületig, amely keretében felszeretnénk hívni elsősorban a nők figyelmét arra, hogy a betegségek megelőzése és korai felismerése nagyon fontos mindenki számára, hiszen ezzel megelőzhetők egyrészt a betegségek és a súlyosabb betegségeknek a korai felismerése, az hatékonyabb gyógyulást eredményezhet. A sétával egy időben a kórház szűrővizsgálati napot szervez minden érdeklődő számára. A statisztikák szerint a népegészségügyi szűrővizsgálatok igénybevétele 18 000 életet menthetne meg minden esztendőben. Február 15-e és 17-e között országszerte több száz kulturális intézmény kapui nyíltak meg egész hétvégére a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvény sorozat keretében. Minden nap értéket adunk, ez volt a szlogenje a 13 éve töretlen programsorozatnak. Szekszárdon a Babits Központban farsangi mulatsággal, előadásokkal, vetítésekkel, kiállítással, koncertekkel és táncházzal várták az érdeklődőket, a legkisebbektől az idős korosztályig. A legkisebbeket is megszólították a szervezők Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban. A Bartina Néptánc Egyesület táncházat szervezett szombaton, ahol a másfél évesektől a felnőttekig mindenkit megmozgattak. A múltkorin számoltuk meg, hogy 58 pici volt, most nem tudom, körülbelül annyi lehetett most is. Hát itt az a lényeg, hogy a szülővel együtt, hogy a szülő maga is megtanulja ezeket a játékokat, mondókákat, ezek mind ilyen apró kis szólámis dalok, tehát ezeket könnyen meg lehet tanulni, de az lenne jó, ha ez minden napi életükben benne lenne. Én erre kapacitálom őket, hogy hallgassák zenét, mozogjanak a gyerekekkel, mert a mozgás, a tánc az egy boldogsághormon termel, tehát ettől jól lehet érezni magunkat. A táncház mellett előadásokra, vetítésekre, koncertekre és farsangi játszóházra, mulatságra is várták az érdeklődőket Szekszárdon egész hétvégén. Abba egyeztünk meg a zenekarral, hogy február elejére mindenki tud mindent. Tolnán szombaton nyílt zenekari próbát tartottak a helyi ifjúsági fúvózenekar tagjai a Magházban. A közönség nem csak abba pillanthatott bele, hogy a zenészek hogyan készülnek a következő nagy koncertjükre, hanem abba is, hogy milyen kihívásokat jelent, hogy a fúvós hangszerek mellett például ütősek is megszólalnak majd a koncerten. Ez hangszerelésben különbözik el a hagyományos fúvózenekari daraboktól. Igazából annyiban más, hogy ami a szimfonikus zenekarban megtalálható, például hárfa és különböző, tehát zongora például, meg különböző ütős hangszerek, azokat ugyanúgy ebbe beleírják, és ettől tér el nehezebb egy picit, mint egy hagyományos fúvózenekari műfaj.
Tolnán nem csak hétvégén, már hétközben is több program várta a Magházba látogatókat a Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat részeként. A nagy teremben a helyi Bárdos Gutpintér Edit festménykiállítását lehetett megtekinteni, délutánonként pedig tematikus az egészséges életmódot népszerűsítő előadásokkal készültek a szervezők. A Kultúrházak éjjel-nappal országos programsorozatát 13 évvel ezelőtt szervezte meg először a Magyar Népművelők Egyesülete. Azóta minden évben több ezer program várja egy teljes hétvégén át országszerte a kulturális központokba és művelődési házakba látogatókat. Kultúrájuk fontos elemeit mutatják meg az érdeklődőknek a bátaszéki svábok azzal a tanösvénnyel, melyet ebben az esztendőben állítanak fel a templom környékén. A helyi értékek továbbtanításának ezt a módszerét a német állam is támogatta. Rengeteg egyesület volt régen bátaszéken. A nyolc állomás egyike szól majd a lövészekről, de bemutatják az Ankarában dolgozó német asztalosok életét, a bátaszéki szódások történetét és a Mária ünnepet is. Kardos Gábor, a Bátaszéki Német Egyesület elnöke abban bízik, ezzel a tanösvénnyel szívesebb és érdekesebb lesz minden érdeklődő számára a bátaszéki svábság története. A magyarországi német nemzetiségi országos önkormányzatnál nyertünk egy pályázatot a BMI támogatásával, tehát a Német Szövetségi Köztársaság belügyminisztériumnál 6000 euróval támogatták a tanösvény pályázatunkat. Ez a tanösvény 8 állomásból fog állni, és a közeljövőben reményeink szerint átadásra is kerül. A szakmai előkészítés mentora a helyi születésű Gerner testvérpár, Zsuzsanna, tiszteletbeni német konzul, a Pécsi Egyetem német tagozatának vezetője, és Éva, a Magyar TV nemzetiségi műsorainak főszerkesztője. Ez egy rendkívül fontos és nagyon jó kezdeményezés. Ezzel nem csak a bátaszékieknek, sőt nem elsősorban a bátaszékieknek, hanem mindenkinek, aki erre a településre látogat, ebbe a városba ellátogat, meg lehet mutatni azt, hogy milyen hagyományokkal rendelkezett itt a németség, melyek voltak azok a jellemvonásai ennek a településnek, amelyek megkülönböztették a környék többi német településétől. Mi volt az, ami közös volt, mi volt az, ami más volt, és azt hiszem, hogy a bátaszékieknek is, és mindenkinek, aki majd erre a településre látogat, fontos információkat fog hordozni ez a tanösvény. Regionális híreinkkel folytatjuk. Kaposvár nyertes akar lenni a következő évtizedben is, évet értékelt Szita Károly polgármester. Szakmaszerzés, érettségi, mentorálás, új program indult Baranyában. Folytatódnak a strandfejlesztések, a Balatonhoz 3 milliárd forint érkezik. Jól sikerült az elmúlt 10 esztendő, talán jobban is, mint várták, így összegezte az elmúlt időszakot Szita Károly Kaposvár polgármestere. Kiemelte, van még munka bőven, így a következő évtizedben növelni kell a béreket és tovább ösztönözni a gyermekvállalást. Szita Károly polgármester 10. alkalommal tartotta meg évértékelőjét. Mint fogalmazott, 2010-ben a válság ellenében hívták életre a Kaposvár a legfontosabb programot. Kaposvár a miénk, kaposváriaké, és nem engedjük, hogy a mi akaratunk ellenére bárkik is a saját képükre formálják a várost, hisz itt mindennek továbbra is bennünket, kaposváriakat kell szolgálnia. Kaposvár azóta elkezdte és folytatja történelmének eddigi legnagyobb fejlesztési programját. Egyre többen dolgoznak, ma már az országos átlagnál jobb, 3,3%-os a munkanélküliségi ráta, ám még nem lehetünk elégedettek, hangsúlyozta Szita Károly. Munkahelyek már vannak, a teljes foglalkoztatottság elérése sem csupán álom már, viszont a bérek tekintetében előrébb kell lépnünk. A kaposváriak többet kell, hogy keressenek, magasabb fizetést kell, hogy kapjanak, mert különben a jó szakemberek itt hagynak bennünket. Ezt szolgálja majd az R67-es gyorsforgalmi út megépítése. A következő 1-2 évben olyan üzemek és gyárak települnek a megyeszékhelyre, amelyek fölfelé húzzák majd a kaposvári béreket. Kaposvár biztos alapját a családok jelentik, ezért is indította el a város a gyarapodó Kaposvárért programot, amely tovább ösztönzi a gyermekvállalást. A célunk, hogy 2030-tól már több gyermek szülessen, mint ahányan elmennek közülünk, mondta a városvezető.
Emellett a következő évtizedben kiemelten fontos lesz az egészségmegőrzés, ezért hamarosan megalakul a Kaposvár Egészségi Tanácsa. Olyan programot, amelyben tervezetten Kaposvár minden polgárához eljuttatjuk a legalapvetőbb és az egyes korosztályok számára speciálisnak tekintető szűrőprogramokat. Szita Károly kiemelte, a 21. századi Kaposvár zöld és okos város lesz. Ennek részeként tovább kell csökkenteni az energiafüggőséget, a károsanyag kibocsátást és növelni olcsóbb energiaforrások használatát. Ez az áloga annak is, hogy a Somogyi megyeszékhely továbbra is a legolcsóbb város maradjon. Szakmaszerzés, érettségi munkaerőpiaci elhelyezkedés többek között ezeken a területeken segít a Tanítsunk Magyarországért elnevezésű program. Ennek keretében egyetemisták mentorálnak 7. és 8. osztályos diákokat önkéntes alapon. A programról a Pécsi Tudományegyetemen számolt be az intézmény rektora, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára. Tanítsunk Magyarországért. Ezzel a címmel indult egy program, mely a társadalmi felzárkózást és érzékenyítést célozza. Erről a Pécsi Tudományegyetemen számoltak be péntek délelőtt. A projektre egyetemisták jelentkezhetnek önkéntes alapon, Baranya mellett még három másik északkeleti megyében. Ennek részeként hallgatók mentorálnak 7. és 8. osztályos iskolásokat. Ez a program, amelyet az EMMI és az ITM is támogat, együtt a Klebersberg központtal, olyan gyermekeket céloz meg, akik számára esszenciális az, hogy bizonyos mennyiségű többlet gyakorlathoz, többlet tudáshoz jussanak. A programmal szeretnék segíteni a diákokat, hogy képesek legyenek a legtöbbet kihozni magukból, legyen a szakmaszerzés, érettségi, továbbtanulás, sport, művészetek és a munkaerőpiacon való elhelyezkedés, mondta a tájékoztatón György László államtitkár. Ahol működnek hasonló mentorprogramok, az Egyesült Államokban, Angliában, Izraelben, ott az a tapasztalat, hogy a mentorált gyerekeknek a teljesítménye 15-20%-ot is tud javulni. Tehát annyit, mintha egy évben 2-3 hónappal többet tanulnának, többet töltenének az iskolapadban. De úgyhogy nem kell többet tölteniük az iskolapadban, megmaradhatnak gyereknek. Az államtitkár bíztatta a hallgatókat, hogy már januártól vegyék fel a programhoz való csatlakozás feltételéül szolgáló kurzusokat. Eddig egyébként a résztvevő megyékből 4 egyetemről 650-en jelentkeztek a mentorprogramba. 3 milliárd forintból újabb balatoni strandok újulhatnak meg, tovább folytatódik ugyanis a strandfejlesztési program. A fizetős létesítmények után ezúttal a szabad strandokon valósulhatnak meg turistacsalogató beruházások. Ezt a gumipályát már sikerült kialakítani a Balatonboglári Platán strandon. Az újabb strandfejlesztési forrásoknak köszönhetően pedig még vonzóbbá válhat a létesítmény. Nem fejeztük még be a Strand 1-esből fejlesztett gumipályánkat, ami egy nagyon népszerű egyébként a helyi fiatalok körében, de az üdülők körében is. Úgyhogy ennek szeretnénk egy jó világítást. Azon kívül itt a Platán strandon a WC-knek szeretnénk egy beléptető rendszert, hogy ugyan ingyenes minden, de mondjuk valamennyi bevétel akkor a strandból keletkezne ezzel, hogyha egy beléptető rendszert tudnánk építeni ebből a pályázatból. Épületfelújításra, sétautak tervezésére, illetve sok helyen a partvédőmű megerősítésére számítunk ebből a pályázatból. Balatonboglár, ahogy Balatonföldvári keleti strand is már számtalan új attrakcióval gazdagodott. A beruházások pedig nem állnak meg, hiszen a belföldi turizmus lett a magyar gazdaság egyik motorja. Erről is beszélt Guller Zoltán vezérigazgató Kisoroszlyban tartott sajtótájékoztatóján. A Magyar Turisztikai Ügynökség folytatja a 2017-ben megkezdett strandfejlesztési programját. Még akkor elsősorban a fizető strandok fejlesztésére pályázhattak, a most induló második ütemben a szabad strandok fejlesztése a cél. Ebben az évben a Balatonnál valamennyi szabadstrand pályázati lehetőséghez jut, és ebben az évben a nyári szezonra is fognak készülni a fejlesztések. Szeretném elmondani azt is, hogy a Dunakanyarban 1 milliárd forint keretösszegben többek között a Kisoroszi strand is támogatást fog kapni, illetve a Tiszatónál is 1 milliárd forint keretösszeggel egy önkormányzatoknak jutott támogatást fog adni Magyarország kormánya. Összességében tehát 5 milliárd forint keretösszeggel elindul a strandfejlesztési program második üteme.
A forrásból jut infrastruktúra fejlesztésre, a partszakaszok rendbetételére és különböző turista csalogató vízi élmények létrehozására is. A Magyar Turisztikai Ügynökség emellett támogatja a tóparti településeket abban, hogy 2030-ig megtervezhessék strandjaik további beruházásait. Sőt, még ebben az évben elindul a strandokon található gasztronómiai létesítmények modernizálása is, amelynek célja, hogy a turisták még több minőségi helyi étellel és borral találkozzanak. A terület és településfejlesztési operatív program támogatásával befejeződött a kerékpárút, valamint a forgalomlassító sziget kiépítése a Baranyai Bírjánban. A projektet csaknem 57 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból valósította meg az önkormányzat konzorciumi partnerével, a Baranya megyei önkormányzati hivatallal közösen. Már birtokba is vették a környék lakói és a közeli nagy cégeknél dolgozók az új kerékpárutat Bírjánban, mely a fenntartható települési közlekedésfejlesztés című felhívás keretében épült meg. A kivitelezési munkálatok tavaly szeptemberben kezdődtek, a sikeres műszaki átadás átvételi eljárás lezárása pedig decemberben volt. A projekt a munkába járást elősegítő hivatásforgalmi kerékpárutak kiépítéséről szól. Nagyon-nagyon megörültünk, szerintem a lakosságnak a 90%-a, mert nagyon sokan meg a gyerekek is, ugye, ez mellett, meg hát a felnőttek is. Ugye nagyon fontos számunkra a mozgás, és sportolni, ez is egy plusz dolog, és ugye, hogy minden nap ugye járunk dolgozni, és nem mindig az autóval, hanem akkor még a biciklivel is meg tudjuk ezt oldani, és ez egy nagyon jó lehetőség, úgyhogy köszönjük szépen az önkormányzat nevébe is, meg az állam nevébe is ezt a lehetőséget. A kerékpárút hossza megközelíti az 1,4 kilométert. Én nagyon örültem neki, mert a két gyermekem, mert így biztonságban tudom az idő alatt, amíg ők kint vannak a faluba biciklizni, mert jobban odafigyelnek rájuk az autósok, hogyha a biciklúton mennek, meg így legalább el tudom nekik mondani, hogy a biciklúton menjenek az út szélén, és jól érzik magukat. Az új útszakaszokat összekapcsolják a vasúti, valamint buszos tömegközlekedési lehetőségekkel is. Én nem régen kerültem ide a céghez, kb. 4 hónapja. Hát, hogy amikor megtudtam, hogy bicikli útunk lesz, hát én ennek halatlan mód örülök, mert ugye isz a biciklisek biztonsága a tét. Hát egyébként én folytattam tovább egészen Pécsig, mert egyébként egy nagy sportos ember vagyok, aki szeret is egyébként úgy túraszerűen is kerékpározni. A beruházás célja Bírján kerékpárhálózatának bővítése, a közlekedés biztonság növelése, valamint a településen és az 57-es számú út mellett található iparterület kerékpáros megközelítésének javítása. Nagyon fontos az, hogy egy Engerben, egy Novróban, a Bírján környéki nagyobb cégekben a dolgozók, azok ne a kamionok között biciklizenek reggel, vagy gyalogoljanak a munkahelyükre, hanem így biztonságban tudjanak elmenni oda, mind a munkába járásban, mind pedig hazafele. Hiszen fontos, hogy kivilágítás mellett is nagyon kockázatos egy nagy forgalmú úton közlekedni kerékpárral. Szigetvártól Mohácsig egyébként összesen 10 településen épül 1 milliárd forint értékben kerékpárút top pályázati pénzből. Elsősorban arról szólnak az újabb fejlesztések, hogy miként juthatunk el biztonságosan kerékpárral a munkába. Végül nézzük, miről szólt a híradó. Szakképzés, még mindig nincs megbecsülve a kétkezi munka az ipartestületek elnöke szerint. Szatír, gyerekeknek mutogatta magát az elfogott férfi. Kultúrházak éjjel-nappal, Szekszárdon is sokszínű programokkal várták az érdeklődőket. Tanösvény épül Bátaszéken, a német hagyományokat tanítják az érdeklődőknek. Kedden már nagyobb területen maradhatnak meg egész nap a hajnali ködfoltok, de mint ahogy eddig is, napsütésben is bízhatunk a megye jelentős részén. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!